Nyolc évvel ezelőtt történt a Klub Rádió élőben a városban című adásába kértek fel egy beszélgetésre, és annyira jól sikerült ez a műsor, hogy azóta is minden hónapban egy alkalommal, egy órában próbálunk a Kressz rejtelmeiről beszélni. Az egyik adásban rengetegen telefonáltak be, és a riporter is meglepődött, hogy szinte minden kérdésre pontosan precízen tudtam válaszolni, és akkor azt mondta, hogy olyan vagy, mint egy professzor, egy igazi Kressz professzor, és ekkor agatra ez a név. Egyébként ez a műsor, ahogy említettem, azóta is megy, sőt, mondhatnám hogy Magyarország legnépszerűbb egyórás közlekedési műsora. És most meghívlak benneteket egy kis műhely titkot ellesni. gyertek nézzük meg, hogyan is készül ez az adás, sőt, a legutolsó adás azért is érdekes, mert először itt jelentettük be azt, hogy indul a keresztény. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, élőben a városból, 2.0 Kresszes különkiadás, Pető Attila Kressz professzorral, most mondok egy újat, a TV KresszTV gazdája, kressztv.hu, ez egy ilyen videó csatorna, ott is lehet most már filmeket látni, aki kíváncsi a fejedre, meg <laughs> egy közvetlen tudásra is filmen keresztül, akkor így is lehet látni, de ott van még természetesen a Kressz klub is, ugye, ahol meg ilyen pötyökbe válaszolsz. Most a Kressz TV az úgy működik, hogy most én jövök egy kérdéssel, hogy mit tudom én, mi van, akkor te ott megcsinálsz egy filmet belőle, vagy azért inkább ilyen általánosságban mész, hogy a itt, tudom én, az elsőségadás szabálya, a körforgalmak használata, vagy, 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 is is. Köszöntöm a hallgatókat. Ugye az egész onnan jött, hogy régen itt volt egy webkamera, és lehetett minket nézni, Igen. és akkor van, aki reklamált, hogy már nem lát minket. Hát mondom, akkor kilépünk a virtuális térbe, és akkor elindítottuk ezt a évét, Nagyon nagy igény van rá. Úgy gondolom, az emberek kevesebbet olvasnak, és több ilyen, legalábbis rövid filmet néznek, és akkor kitaláltuk ezt a kedvez kezdeményezést, hogy akkor lehessen látni. És valóban, ahogy mondtad, szeretnék segíteni azoknak, akik szabályismeretet felelevenítenének, vagy mosának tanfolyamra. Uh -huh. Tehát igen, lesz például az elsőbségadást, vagy sorozat, ezzel kezdünk. És valóban azt tervezem, hogy ha kapom legközelebb. Összerbényi úton a balrafordulás fordulás, azért, akkor így, jó, ilyen akkor ki fogunk is. fogunk menni kamerával, ott fogok egy mikrofonnal állni, elmondom, mi van, sokkal szemléletesebben lehet majd látni, te bízom abban, hogy ezzel tulajdonképpen a nagy ügyet, a közlekedés biztonságot fogom szolgálni. Igen, mondjuk azt nézem, hogy nagyon jó illusztráció, közben itt fut a videó. Hát tényleg nagyon csinos, vagy meg kell, hogy mondjam, szép az ingen, nagyon jól vasalt minden. Oké, okay. meg is, hogy félsülködve, oké. Okay. De hogy, hogy, hogy közben ilyen makettokon itt magyarázod, ilyen filmesített makettokon ne, magyarázod el a különböző, ahogy mondod, az elsőség a szabályai, tehát jó. Szerettem volna valami egyedi lenni, azért ugye ma már az oktatásban, a vizsgáztatásban ezek a komputer animációk léteznek. Én meg gondoltam egy nagyot, és elmentem egy vasútmodellboltba, összeállítottam a maketteket, <laughs> utcákat, autót, oldalkocsis motorkeréppel, lovaskocsi, fák, bokor, minden van, és gyakorlatilag bármit be tudok mutatni, és ami a lényeg, hogy nem csak állóképformájában, hanem ezeket a maketteket meg is tudom mozgatni. Én becézve úgy mondom csak, hogy gyurma kressz. Talán te még emlékszel azokra a gyurma figurás bábfilmekre. Hát hasonló ez is, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várom a reakciókat. Kressztv.hu Telefonszámunk pedig 0630 30 30 953 Megismétem. 0630 30, 30, 30 erre küldhetnek SMS-t is, illetve hívhatnak is minket ezen. De van egy budapesti számunk, 24 07 953. De nézd meg, közben mutatom itt a telefonom, amit fotóztam. Ezt a 11. kerületben mindig a Hanoi Park jut eszembe, régen úgy hívták. Azt a Függetlenség Park, régen ott, volt uh -huh. a 86-os busz uh -huh. végállomásom. Egy... Mondd el, földről lefele. Földről lefeled, Táblákat úgy értelmezzük. Egy. Várakozni tilos Ez eddig ötös. Alatt jó. egy 15 méteres kiegészítő igen. táblával, ami nem a tábla 15 méteres, hanem az van rá, 15M. Igen. Aztán ott van az a hogy a hétfő kétszer a sütörtök pénteken, mert az van befeketítve, Egyiket honlapjuk, hogy a fekete a fontos, és uh -huh. nem a szürke. Az a mondja, nem Hí, és alatta, mi kilenzig, és alatta, hogy mindent 7-től 9-ig, és alatt egy max 30 perc. Na most, ezt, hogyha itt a permutációit számolom ennek az ügynek, akkor ez hat szó, hatféleképpen lehet értelmezni <laughs> mindenképpen. Tehát, hogy 15 méteren keresztül állhatok meg csak 7 és 9 között, utána meg mindig, vagy utána meg soha, Vagy és akkor mi az max 30 perc, jó, ez nagyon durva. Hát sajnos nem könnyítik meg az autósok helyzetét az ilyen távol. Táblákkal. Ki lehet bogozni, hogy mit szeretnének, és a várakozni tilosnak mondjuk egy előnye van, hogy félreállsz, tehát vissza tudsz sétálni, a táblát elemezgetni akár percekig, Igen. mert mondjuk menet közben egy előzni tilos tábla alatt ez furcsa lenne, hogy a pillanat alatt, villantás alatt dönteni kell. Ugye, igazából nem jó. Tehát a várakozni tilosra, amit írakrész, hogy lehet alá tenni azt, hogy 30 perc, akkor az azt jelenti, hogy csak a 30 percen túli várakozást. Igen. Tehát az 5 percet 30 percet meghosszabbítják 30-ra? Igen, nem tartom szerencsésnek, mert ugye a várakozásnak pont az a lényege, hogy az autót elhagyom és elmegyek. Igen. A várakozni tőle pedig pont ezt tiltja meg. Igen. Tehát most el lehet vitatkozni, hogy 30 percig ott maradok a kocsinál, Aha. és az úgy szabályos, vagy 30 percen belül el is lehet menni, tehát erre még én sem tudok teljesen pontosan választani. egy elsétáló ember kiegészítő Igen. tábla. Igen. Na most ez a hétfő, kedszer, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, fekete, illetve szürke háttérrel, ez benne van az egyik forgalmszervezési jogszabályban. A fekete jelenti az aktívat, és Minden. a szürke nem aktívat, Minden. tehát ez a én én is ejtettem, de köznap És hát a távolság határ az azért kritikus, mert egyébként a várakozni és megántilos táblát ugyan a kereszteződés feloldja, de egyébként más nem. Minden. Tehát, ha kitesznek egy ilyen táblát, valahol kell lenni egy végének. Ugye említettük sokszor már, hogy a szem Bécsben van megántilos vége, és az szerintem sokkal jobb. Itt viszont vinni kell a szóstokot, vagy le kell mérni, vagy ha jobb esetben szerencsénk van, akkor sárga cikcakkal felfestik a vára várakozási tilalmat és, és sárga el. folyamatos vonallal pedig a megállási tilalmat. Tehát nem egyszerű ez a jelzés, de teljesen igazad van, hogy többféle variációban is értelmezhető. Oké. Okay. És az egy dolog, hogy mi értelmezik, hogy hogy értelmezik, de mondjuk egy, 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 egy büntetni szándékozó, akár rendőr, vagy közterületre vagy nem tudom kicsoda, hogy hát Ilyen hogy értékeli. Igen, én általában nem szoktam büntetni, mert még ők se tudják elmagyarázni, úgyhogy Igen. Nyerünk. Igen. De, vagy, vagy, büntetnek, aztán majd menjél be, aztán és majd, és majd, majd meg... megmagyarázod, hogy te hogy értetted ezeket igen, a nem a kiegészítéseket. De, de nem szerencsés, tehát egy táblára alá igazából egy kiegészítést kéne tenni, nem többet, mert valóban zavarossá válik így. Oké, köszönöm szépen.